Köszöntöm nézőinket! Önök a Lőrinci magazint látják a 60 televízió adásában. Ahogy azt korábban már megszokták, a Lőrinci új adásunkat minden héten szombaton délután 5 órától sugározzuk. Bízunk benne, hogy a több hónapos szünet után újraindult tévéadást megkedvelik, és továbbra is aktív figyelemmel követik. Mai műsorunkban beszámolunk a csütörtöki testületi ülés legfontosabb eseményeiről, a sikeres iskolai informatikai fejlesztésről és a Lőrinci kórus 60-i fellépéséről. Csütörtökön került sor a Városi Képviselő Testület április havi ülésére. 27 napirendi pontról tárgyaltak a képviselők. A sok napirendi pont ellenére gyorsan és gördülékenyen zajlott az ülés. Víg Zoltán szerint ez a jó előkészítésnek köszönhető. Mindenki megkapta a meghívót. Az önkormányzat ülését megelőzően a témakörökben érintett bizottságok vitatták meg a részleteket. Több órás munkával az egészségügyi és szociális, az ügyrendi, az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság tagjai dolgozták ki a napirendi pontokhoz tartozó javaslataikat. Nagyon sok napirendi pont van, de én hármat szeretnék kiemelni. Az egyik és a legfontosabb az elmúlt évi zárszámadásról lesz szó, a második az oktatási koncepció, a harmadik pedig, ami én azt gondolom, hogy fontos lehet, az még mindig a szemétszállítási dolog, hisz a kukáknak a céggel való megegyezés, hogy minden lakost ellátnak kukával. Ennek a szerződése van most itt a képviselőtestület előtt. Az árszámadás során milyen fontos pontokat érintenek a költségvetési gazdálkodásban? Hát tulajdonképpen ez az elmúlt évi tényadatokat tartalmazza. Itt az elmúlt éves gazdálkodásunknak a főbb számai, most már konkrét számai vannak a képviselőtestület előtt, amivel el lehet mondani, hogy van pénzmaradványunk is, tehát tulajdonképpen azt a pénzmaradványt a mostani költségvetésünk módosításával behelyezzük a költségvetésünkbe. Az elmúlt évi gazdálkodásról annyit lehet elmondani, hogy a megtervezett költségvetés alapján gazdálkodtunk, és annak a tényszámai most itt a képviselőtestület elé kerültek. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ma egész kevés város van, aki azt el tudja magáról mondani, hogy az előző évről maradványt hozott át a költségvetésével, nem hiányként, hanem pluszként. Hogyan csinálták ezt? Összességében azért azt el lehet mondani, hogy működési hiány nélkül próbáltuk ezt az elmúlt évet is, mint az idei évet is próbáljuk véghez vinni, és ez önmagáért, én azt gondolom, hogy önmagáért beszélnek ezek a dolgok. Amihez hitel kell, az pedig a fejlesztések. Tehát a fejlesztéseknél hiába, hogy pályázati pénzek vannak hozzá, az előfinanszírozás, illetve az önerők biztosításához mindenféleképpen én azt gondolom, hogy az önkormányzatunknak hitelt kell felhasználni, és most is mi is így próbálunk előre lépegetni. De legalább pozitív adatokkal indulnak, és azt gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog a mai világban. A másik nagyon nagy dolog az az oktatási koncepció, ami végre elkészült, és nekivágnak úgy tűnik. Ez megint egy tervezet, hisz május 31-éig kell a képviselőtestületnek dönteni arról, hogy hogyan fogja hosszú távon működtetni az intézményeit, az alapfokú és a középfokú intézményeit. Most egy olyan koncepció került a képviselőtestület elé, ahol a gazdasági önállóságát megvonnánk az intézményeinknek, és gazdaságilag nem lennének önállóak. Hát itt lehet látni és lehet érzékelni egy-két olyan nyitott kérdést, amelyekkel az intézményvezetők feltettek a képviselőtestületnek, de úgy gondolom, hogy a végére, amikor ezt a anyagot megtárgyaltuk, akkor eléggé szorossá alakultak ezek a vélemények, ami azt jelenti, hogy elfogadták a mi álláspontjainkat is az intézményvezetők. De ez még csak egy koncepció. A május ülésre fog elénk kerülni az a konkrét anyag, amellyel majd az hosszú távon próbáljuk az intézményünk működését megoldani. Vannak még itt más dolgok is a tarsolyban, én azt gondolom, hogy még majd arról is kell későbbiekben beszélni, hogy hogyan működhetjük a szakközépiskolát, zeneiskolát, mert ezekben is lesznek átszervezések. És a harmadik fontos téma a szemétszállítás, ugye? Hát igen, ezzel most már én azt gondolom, hónapok óta foglalkozunk. Próbáljuk a költségeket, az árakat letörni, amit nagyon nehéz, mert a ÁVE Helvesi Árasfenntartó Kft. Az nem nagyon akarja, hisz nagyon-nagyon megemelt a szemétszállítási díjat és az elhelyezési díjat, és ez a lakosságot nagyon nehezen érinti, ezért a képviselőtestület próbált kiharcolni egy-egy kukaedényt mindenkinek, de itt pedig olyan elfogadhatatlan szerződést tesz elénk, amellyel mi képviselőt nem is akarjuk elfogadni, és nem is akarjuk azt, hogy úgy kapjunk kukaedényeket, hogy olyan szerződésbeli megfogalmazásokat kell elfogadnunk, amellyel esetleg
későbbiek folyamán hátrányos helyzetbe tudunk kerülni. Itt is el kell még egyszer mondanom azt, hogy nagyon várom már, hogy december 31-e legyen, mert ilyen szolgáltatóval mi nem akarunk szolgáltatást végeztetni. A testület ülésen a képviselők tájékoztatást kaptak a Magyar Állami Közútkezelő KHT 2010-ben Lőrinciben elvégzett feladatairól, valamint az idei kitűzött célokról. Módosították az erőműi kiskertek bérbeadásáról szóló 2006 évi határozatot is. Többek között döntöttek a tájház fejlesztési lehetőségeit feltérképező átvilágításról, a polgármesteri hivatal 2011 évi teljesítmény követelményeinek alapját képező célok meghatározásáról is. A Lőrinci magazin jövő heti kiadásában részletesen beszámolunk az önkormányzati ülésen született döntésekről. Több mint 26 millió forintot nyert Lőrinci város önkormányzata egy uniós pályázaton. Ezzel az iskolai számítástechnikai eszközparkot tudják oly mértékben fejleszteni, hogy a város oktatási intézményei még inkább vonzók lehetnek, nem csak a helyi, hanem a környékbeli tanulók számára is. A legmodernebb oktatás segítő informatikai eszközöknek a városvezetők, a pedagógusok, a diákok és a szülők egyaránt nagyon örülnek. Mint a projektindítón elhangzott, ez sem csodaszer, de mindenképpen sikeresebbé tudja tenni a tanulást. Ezen az örömteli napon, amikor egy újabb Európai Uniós projekt megvalósítása szakaszába értünk. Az intelligens iskola létrehozása valósul meg ezzel a sikeres lőrinci projekttel, amiről Víg Zoltán polgármester beszél. Az elnyert támogatás számítástechnikai eszközbeszerzésre jelentős összegnek számít, minőségi fejlesztést tesz lehetővé. Lőrinci város önkormányzata az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2010 évi költségvetéséből egyszeri, visszanemtérítendő 26.030.988 forint támogatásban részesült a pedagógiai, a módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére. A pályázati összeg két intézményben, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában és a Március 15-i Gimnázium szakképzőiskola és kollégiumban került felhasználásra. Egy újabb lépés a siker útján, hiszen ez a sikeres program kapcsolódik a város korábbi nyertes pályázatához. A TIO 1.1.1 iskolafejlesztés Lőrinciben pályázat szorosan kapcsolódik a TÁMOP 3.1.4 a kompetencia alapú oktatás megvalósítása Lőrinci város 6 intézményeiben már lezárt pályázatunkhoz. Hiszen a résztvevő intézmények pedagógusainak is adott megszerzett modern ismeretek alkalmazásához nyújt megfelelő informatikai hátteret ez a TIO pályázat. A projektindító prezentáció után jogos büszkeséggel emeli ki Víg Zoltán, hogy a korábbi fejlesztések és ez a mostani együttesen már rendkívül vonzóvá teszik a város iskoláit a diákok és a szüleik körében egyaránt. Amit én hallok, az elsősorban arra szól, hogy az iskolába többen jelentkeznek. Tehát amikor látják, hogy egy intézmény megfelelő technikai ellátottsággal rendelkezik, megfelelő a pedagógus létszám és megfelelő pedagógusok látják el ezt a szakismeretnek a részét, akkor egyre többen jelentkeznek az iskolánkba. Víg Zoltán véleménye szerint mind a diákok, mind a szülők egyöntetően örömmel fogadják az informatikai fejlesztéseket, hiszen így immáron az iskolában is használhatják a gyermekek a számítástechnika vívmányait, amelyek itt a tanulásban nyújtanak segítséget. Hisz azért a legtöbb háztartásban már otthon is megtalálható számítógép, a gyerekek otthon is vagy Facebookoznak, vagy chatelnek, vagy bármiféle egyéb ilyen eszközöket használnak, és amikor eljönnek az iskolába, ugyanezt folytatják, mint amit otthon is, csak itt a tanulás formájában sajátítják el azokat a meglévő ismereteket, amelyeket nekik a minden nap hasznosítani kell. A polgármester azt is fontosnak tartja, hogy azok a gyermekek is részesülhetnek a számítástechnika nyújtotta előnyökből, akiknek nem áll otthon rendelkezésükre ilyen modern technikai berendezés, vagy éppen kollégisták. Ők nem csak a tanórákon, hanem délutánonként is használhatják az informatikai eszközöket. Mind a két intézményben próbálnak délutáni foglalkozásokat is a gyerekeknek megszervezni, és a kollégiumban lévő itt a szakközépiskolában, aki kollégista is hozzáférnek a számítógéphez és a számítástechnikához, tehát ezeket nap mint nap tudják hasznosítani, és tudnak rajta tanulni is.
A mostani projektindító után talán egy hónap sem kell, és májusban már valószínűleg birtokba is vehetik az eszközöket az iskolákban. Már ebben a tanévben is használni fogják az eszközöket, de az új tanév, ami 2011. szeptemberében indul, akkor már rendesen beállítva, berendezve a termek, tehát akkor fogják igaziból majd birtokba venni, hisz itt a szakközépiskolában elő véget ér. Víg Zoltán rámutatott, a korral haladni kell, és ezekkel a pályázatokkal Lőrinci jelentős lépést tett. De én azt gondolom, hogy erről az iskoláról, ahol most vagyunk, a Március 15 gimnáziumról el lehet azt mondani, hogy két épületet teljes mértékben fel tudtunk újítani, több mint 200 millió forint értékben. Volt egy támok, kompetencia alapú képzés a pedagógusoknak, ezen belül szintén kaptunk számítástechnikai eszközöket, és most csatlakozik hozzá a TIOP 1.1.1 pályázati rendszer, ahol 26 millióval fejlesztjük tovább azokat a technikai eszközeinket, amelyeket már elkezdtünk fejleszteni, és erről az iskoláról el tudjuk azt mondani, hogy példaértékűen önkormányzati tulajdonban lévő intézményként, hogy egy óriási fejlesztésen ment keresztül, amit a gyerekek és az itt lévő pedagógusok nap mint nap fognak tudni hasznosítani. Mindezt megerősíti az alsó tagozatos tanítónő, Misinszkiné Pusztai Mónika, aki elmondta, hogy sokkal hatékonyabbá lehet ezekkel az eszközökkel tenni a tanítást. Az biztos, hogy a tanítás hatékonyságában meg fog mutatkozni, ugyanis ezeket a színes ábrákat, feladatokat a gyerekek sokkal szívesebben hajtják végre, sokkal szívesebben dolgoznak vele, mint papíron. Esetleg otthon is előveszik a számítógépet nem csak játékra, hanem hogy mondjuk a szorzótáblát gyakorolják, mint példának mondtam, vagy akár egyéb más műveleteket is a matematika terén. A tanítónő hozzátette, a pedagógusok rá tudják ébreszteni ezekkel az eszközökkel a diákokat arra, hogy a számítógép nem csak szórakozásra jó, hanem a tanulásban is tud segíteni. A legtöbb szülőnek ez tetszik, mégpedig azért is, mert nálunk már úgymond első osztályosok is bejárhatnak a számítástechnika terembe. És már ott megtanulhatják, hogy mi az, amire lehet használni a számítógépet, hogy fejlődjek. És például már másodikosok is örülnek annak, hogyha ilyen oktatóprogrammal tanulhatnak. Kerékgyártóni Tóth Renáta, aki felső tagozatos diákokat tanít, elmondta, hogy a 10 éves diákok körében sem okoz gondot az, hogy a számítógépet tanulásra is kell használni. Náluk persze másképp kell bevezetni ezt a fajta oktatási módszert. Először is a keresési rendszernek örültek, és annak, hogy böngészhetnek az interneten. Hát megpróbálkoztunk úgy, hogy először az őket érdeklő témakörökben, tehát zenevilágában, együttesek között, filmek között keresgélni. Természetesen úgy, hogy médiaórához vagy irodalomórához kapcsolódóan filmfeldolgozásokat kerestek, és ehhez készítettek kis előadásokat, vagy kedvenc állatukról, kedvenc hobbiaikról, osztályfőnöki órákra készíthettek bemutatókat, és ezáltal vezettük rá őket, hogy az általunk ismert, vagy általuk is megismert rendszerekbe bemutatókat tudjanak készíteni. Örülnek neki, kedvelik, szeretik. A tanároknak fölkészülni egy-egy digitális eszközökkel prezentált órára több időt vesz igénybe, de mint mondta, ez sem jelent számukra gondot. Hát a készülés idejét igen, de ha azt nézzük, hogy az ember nem sajnálja az időt arra, aminek megvan az eredménye, és megvan a sikerforrása a pedagógusnak és a gyereknek egyaránt. Mert a gyerek is örül, ha bemutathatja a saját művét, és én is eredményesnek érzem a munkámat, még ha néha több órával több keresést vagy több időt kell ráfordítanom egy-egy feladat megszerkesztéséhez, összeállításához, mintha csak azt mondanám, hogy nyisd ki a munkafüzet 89. oldalának harmadik feladatát fogjuk megcsinálni. Több idő, de nagyobb a sikerélmény is. A tanárnő arra is rávilágított, hogy ezek az új eszközök alkalmasak arra, hogy többet tudjanak megtanítani a diákoknak, és jobban elmélyítsék a megszerzett tudást. Elmélyíteni, hiszen folyamatosan visszatérhetek több oldalról, megkérdezhetem, megközelíthetem. Ugyanakkor több oldalú tudást is biztosít, mert a tantárgyak közötti átjárhatóságot is tudom biztosítani, mondjuk történelmi irodalom, földrajz, órai anyagot össze tudok kapcsolni benne. És ezáltal egy-egy kattintással a gyerekek is könnyebben emlékeznek, könnyebben kapcsolódnak az adott témához. Tehát több oldalról tudom ugyanazt a témát megközelíteni a látvánnyal, a képvilág bemutatásával, mintha csak a szavaimat, illetve a tankönyvi anyagot használom.
Vince József történelem szakos tanár igazán impulzív és mindenkit lenyűgöző előadással szemléltette a projektindító résztvevők számára, hogy miért is szeretik tanárok és diákok egyaránt ezeket az eszközöket. A tanár úr leszögezte, az eredményességhez kell a pedagógus személyisége, ugyanis ez nem csodaszer, de egy előrelépés. Az oktatás még eredményesebbé tételéhez mindenképpen szükséges. Én ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy elengedhetetlen. Pusztán azért, mert haladni kell a korral, a gyerekek haladnak a korral, ha az iskola és a tanár nem hajlandó, akkor itt a tanár fog lemaradni, és mindenképpen szükséges ez az eszköz szerintem, vagy legalábbis ez a jelenlegi legjobb módszer, illetve segédeszköz ahhoz, hogy megtanítsuk a gyerekkel mindazt, amit mi szeretnénk. A tanár úr leszögezte, az IVIV és a Facebook nemzedéknek is tudnak újat mutatni, sőt ezeket a közösségi oldalakat is be lehet vonni a tanításba. Sőt, nagyon is fel lehet hozzá használni ezt a lehetőséget. Persze mindig az adott tananyaghoz kell spontán módon ezt kapcsolni, de mindenképpen nagyon jó kapcsolódási pont maga, akár a Facebook is. Nálam például teljesen természetes, hogy a negyedéves diákok a tételsorokat a Facebookon keresztül kapják meg, mert ez a legegyszerűbb és hát a legjobban papírkímélő módszer is egyszerre. Vince tanár úr rámutatott, van egy olyan tanulói réteg, amelyet szinte semmi mással nem lehet megfogni, csak a modern informatikán keresztül, ezért is nagy jelentőségű ez a pályázati siker. Hozzátette, neki, mint tanárnak mindenképpen nagy segítséget jelentenek ezek az eszközök. Hogy ez kinek segítség? Nekem mindenképpen. Ugye az én oldalamat látom, az ő fejükben nem látok bele, és nekem óriási segítség. Tehát, hogyha ebből a táblából lenne még vagy 15, én annak örülnék a leginkább, mert könnyű használni, és nagyon egyszerűvé teszi a tanítást. Hogy a diák számára milyen, na ez az, amiről valószínűleg inkább egy diákot kellene megkérdezni, aki már ebbe jártas. Én azt vettem észre, hogy vannak egyébként, akik továbbra is óckodnak. Tehát ilyen téren sem csodaszer. Tehát van egy 20-30%, akit noszogatni kellene a gyereki a táblához, nézzük meg együtt, hogy mit és hogyan lehet ezzel csinálni. Ugyanakkor van egy olyan réteg, akit például csak ilyen módszerrel lehet megfogni, legalábbis annyira, hogy meg is tanulja az anyagot. Vince tanár úr kérése egyébként meghallgatásra talált, hiszen Lőrinci Város Önkormányzata 15 ilyen tantermi csomagot vásárol, amelyhez 15 interaktív tábla is tartozik. Emellett még 39 iskolai számítógépet, egy alkalmazás szervert, egy szoftvercsomagot, egy szavazócsomagot és 3 wifi csomagot is be tud szerezni az önkormányzat a pályázat keretében. A tantermi csomaghoz 19 oktatási csomag is jár. Külön öröm, hogy egy úgynevezett eseni nagyot halló csomagot is vásárol Lőrinci önkormányzata, hogy ezzel is segítsék az erre szoruló diákokat. Adásunk második részében a kultúrái a főszerep. Nagy sikert aratott a Lőrinci vegyeskar fellépése a 60. tavaszi fesztiválon. Most ebből láthatnak egy részletet. A Cantus Laurentius vegyeskar és Molnár Tamás karnagyú nevében meleg szeretettel köszönjük. Kedves meghívásokat azzal szeretnék megköszönni, hogy jó kedvünk csokrába 3 szép szál virágot kihistünk. Az első Daniel Friderici barátköve. A baráti kör tagjai a dal, a bor és a nő. A második számban mindjárt meg is köszönjük hölgyeknek ezt a baráti társaságot. Felice Giardini éljenek a vízdő című szám következik, majd befejezésül Farkas Ferenc pataki diáktalát hagyjuk elő, amelyből kiderül, hogy lehet vidám is egy temető, tudni az, ahol a bánatot temet. Lord, have your pardon.
Korábban már láthattak egy összeállítást a 30 éves Lőrinci Zeneiskola ünnepi koncertjéről. Most a mai adásunk zárásaként újabb fellépők előadását élvezhetik a nézőink. És mielőtt elköszönök, arra kérem önöket, hogy írjanak nekünk, mondják el ötleteiket, javaslataikat, véleményüket. E-mail címünk a következő: info@media60.hu.
Posta címünk Média 60 Kft. 3060 Madách Imre utca 12, de nekünk szánt leveleiket eljuttathatják az önkormányzat sajtófőnökének, a Lőrinci polgármesteri hivatalba is. Önök a 60 Televízió adásában a Lőrinci magazint látták. Mai műsorunk véget ért. Az ismétlések időpontját megtalálhatják a Képújságban és a Lőrinci hírportálon. Új Lőrinci műsorral legközelebb tehát jövő szombaton várjuk Önöket. De bízunk benne, hogy addig is figyelemmel kísérik a 60 Televízió adását, hiszen itt Lőrinciben hétfőtől minden hétköznap este 7-től híradóval, azaz friss hírekkel várjuk Önöket is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!